Milyen személyváltozások történtek az önkormányzat vezetésében, mikor és hol lesz evangélikus temploma a városnak, hol nyaralhatnak nyáron a budakeszi gyerekek? Többek között ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Javaslom, hogy kezdjük mindjárt a személyi kérdésekkel. Mikortól van új jegyzője és aljegyzője Budakeszinek, és ki ő? Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Talán a múltkori alkalommal beszámoltunk arról, hogy jegyző úr máshol képzeli tovább a szakmai pályafutását, ezért kiírtuk a jegyzői pályázatot, és a jegyzői pályázatra 14 jelentkező adta be az anyagát, és egy háromkörös meghallgatás után végül is aztán a javaslatomra a képviselőtestületesen egyhangúan Szombatiné dr. Kézi Arankát választotta jegyzőnek, a jegyzői kinevezés határozatlan idejű 6 hónap próbaidővel. Én bízom benne, hogy a jegyzőasszony jól fogja itt érezni magát, és hosszú távon fogunk majd együtt dolgozni. Mióta én polgármester vagyok, ő az ötödik jegyző, akivel együtt dolgoztam. Én nem törekedtem egyáltalán arra, hogy itt ilyen nagy legyen ebben a helyzetben a fluktuáció. De hát ilyen az élet, tehát volt olyan jegyző, aki egyéb szakmai kihívások miatt ment el, volt, akivel nem tudott együtt dolgozni a képviselőtestület, de most már bízom abban, hogy a jegyzőasszonnyal hosszú távon lesz az együttműködés. Mivel győzte meg jegyzőasszony pályázata polgármesterasszonyt, hogy 14-ük közül őre esett a választás? Gondolom a szakmai múltja predesztinált erre. Természetesen egy nagyon nagy tapasztalattal rendelkező szakember, több mint 16 éven keresztül volt egyébként jegyző, végig az életében a közigazgatásban, elsősorban az önkormányzatoknál dolgozott, és van egy nagyon nyugodt, higgadt személyisége, amit azt gondolom, hogy a hivatal vezetésében nagyon hasznos lesz majd. Említette a polgármester asszony, hogy új aljegyző is lesz. Ez talán törvényszerű ilyen esetben, hogy maga mellé egy bizalmi embert hoz az új kinevezett. Az aljegyzői pályázat is kiírásra került, oda is 16-17 pályázat érkezett, úgyhogy nagy volt az érdeklődés. Végül a jegyzőasszonnyal egyetértésben egy olyan kolléga kerül erre a posztra, aki eddig is a polgármesteri hivatalban dolgozott, budakeszi lakos, dr. Makai Katalin, korábban ő volt egyébként aljegyző is, úgyhogy én bízom benne, hogy ők jól ki fogják egymást egészíteni, és a hivatal az még hatékonyabban fogja szolgálni a lakosokat, hát hiszen tulajdonképpen ez is az egész polgármesteri hivatalnak a feladata, hogy itt a lakosok ügyeit a legnagyobb megelégedésre intézzék. Természetesen televíziónkban bemutatjuk az új tisztségviselőket is. Ha már személyi kérdésekkel indítottunk, folytassuk is azzal, mert hogy személyi kérdés, hogy kik kapják idén az egészségügyért, illetve a budakeszi oktatásáért díjakat. Budakeszi oktatásügyért díjat idei évben is két személynek ítélte oda a képviselőtestület, Körösi Péternét és Szita Csabát tüntettük ki ezekkel a díjakkal. Mindkét díjazottnak ezúton is gratulálok, és hát köszönjük az odaadó munkájukat. Ez az alkalom mindig egy jó lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy mennyire fontosak a budakeszi oktatási és egyáltalán a gyerekekkel foglalkozó intézmények. Ezért az önkormányzata maga részéről és erejéből, amit tud, megtesz, és talán ezen a napon is ki tudjuk fejezni az elismerésünket a munkájuk iránt. Egy bónusz személyi kérdést engedjen még meg, polgármester asszony. Eddig, hogy látszik, bevált a kettős ügyvezetés a BVV Kft. Élen? Ez egy jó kérdés, mert ez nem volt egy bevett gyakorlat eddig. Ez egy olyan kompromisszumos döntésnek lett az eredménye, hogy a két önkormányzati üzemeltetés és önkormányzati fejlesztési területet szétválasztva mind a két részre egy egyenlő súlyú és a cég életében egyenlő jogkörökkel rendelkező szemét helyezünk, akkor talán ez hatékonyabb lesz. Az a helyzet, hogy kifutó időben van a dolog, tehát egy-két hónapon belül biztosan ki fog derülni, hogy ez így eredményesen működik-e, amennyiben nem lesz ez elég eredményes, még hatékony, vagy nem lesz látható eredménye ennek a döntésnek, akkor meg fogjuk ezt változtatni.
Budakeszi emblematikus jelképe a két torony, a kettős torony, hogy vannak olyan pontok a városban, én nagyon szeretem ezeket, ahonnan látszik a református és a katolikus templom tornya is. Most majd három torony lesz látható. Az evangélikus egyház támogatja a budakeszi evangélikus gyülekezetet, és ennek eredményeként kormánytámogatással a Márics út mentén a Spáráruház és a MOL benzinkút között a temető melletti önkormányzati területen fog épülni egy nagyon szép evangélikus templom. Várhatóan ez egy-két éven belül be is fejeződhet. A tervezés és a tárgyalások azok nagy erőkkel haladnak, és az önkormányzat mindenképpen partner ebben az evangélikus egyháznak, hiszen a területet az önkormányzat adja. Látványterveket készültek már? Látott már polgármester asszony? Igen. Csak vélemező, hogy nagyon szép lesz. Nem. Láttam előkészítő modern, terveket. Modern vagy arhaizáló inkább? Az épületet egy neves budakeszi építész, Bencór László tervezi. Biztos vagyok benne, hogy az épület nagyon szép lesz, és szeretni fogják az itteni lakosok is, és természetesen az evangélikus hívek. Központi része a városnak a fő utca, nagyon sok szobor tarkítja, díszíti, jót végig sétálni. Nyáron talán még jobb lesz ott sétálni, mert nem csak a vizuális élménybe lesz része az embereknek, hanem... Az a tervünk, hogy a minden nyári hétvégén valami olyan programmal várjuk az odalátogató lakosokat, elsősorban a művelődési ház melletti új közösségi területen, mint kertmozi és egyéb szabadtéri rendezvények, amivel ez a terület szorosan be tud kapcsolódni budakeszi vérkeringésébe, és a helyi lakosoknak itt a nyári hétvégéken, ha itt vannak, van egy kis kikapcsolódási lehetősége, úgyhogy a részletes programismertetőt azt a helyben szokásos módon, helyi újságban, tévében és plakátokon fogjuk a lakosokkal ismertetni, és bízom benne, hogy nagyon sokan el fognak erre jönni, és még jobban megszeretik ezt a teret. Zenés rendezvények is várhatók. Azt lehet-e tudni, hogy milyen típusú kamarazene? Feltételezem, hogy nem a Tankcsapda fog koncertet adni ezen a téren. Nem, mindenféle igényt megpróbálunk kielégíteni. És kertmozi is lesz. Kertmozi is lesz. Hiánypótló új dolog, nem csináltuk még eddig. És most egy kicsit izgalommal is várjuk, hogy mekkora érdeklődés lesz. Minden esetre azt tudom mondani, hogy nagyon jó vígjátékokat fogunk vetíteni, úgyhogy bízom benne, hogy jól fognak szórakozni, akik oda látogatnak. És hagyományt tudunk ezzel teremteni, hogy amennyiben ez sikeres lesz, akkor a következő években is nyaranta azért tudunk majd ott filmeket vetíteni a helyi lakosoknak. És hol fognak szórakozni a budakeszi gyermekek a nyári szünetben? Az önkormányzat a dolgozó szülőknek szeretne azzal segítséget nyújtani, hogy a 12. kerületi önkormányzattal együttműködve az ottani nagyon szép táborába biztosít lehetőséget az itteni gyerekeknek a napközis nyári táboroztatásra. Ez az önkormányzat idejében is 1 millió forintot biztosít. Tehát a költségeknek egy nagy részét átvállalja az önkormányzat, a szülőknek az étkeztetést kell fizetni, és azokat a külön programokat, amik nincsenek benne a tábor napi életében. Mi fizetjük az odaszállítás költségét, tehát az önkormányzat fizeti az odaszállítás költségét, és azoknak a napközis tanároknak a bérét, akik ott foglalkoznak a gyerekekkel. Sokakat érint és érdekel a fenyőutcai közlekedés ügye. Mit lehet erről tudni? Ez egy nehéz kérdés. A Fenyő utca egy gyűjtőút, viszont évek óta egyirányú utcaként működik, több megfontolásból is. Régóta kérik a lakosok és a képviselők egy része is, hogy ennek az utcának a két irányosítása érdekében lépjen az önkormányzat. A gyalogosok biztonsága érdekében járdát építettünk oda, és olyan biztonsági eszközöket szeretnénk még megvalósítani, amivel a kétirányú forgalom nem zavarja majd az ott élők nyugalmát. A képviselőtestület döntött az utca kétirányosításáról, amely várhatóan a nyár folyamán meg is történik. Várhatók egyéb munkálatok, felújítások a nyár folyamán?
Nagyon sok munkánk lesz a nyár folyamán. Az orvosi rendelőt felújítjuk, a Széchenyi István Általános Iskola régi épületét, az utcafront épületét energetikailag korszerűsítjük, nyilászáró csere lesz, és szigetelés felújítás. Emellett a Pittypang óvodának egy részét is szintén energetikai korszerűsítés lesz, és miután ezzel a projekttel el kell számolni november végéig, ezért aztán nagyon gyorsan kell ezekbe az ügyekbe haladni. Emellett a régi bölcsödény teljes körű felújításra fog kerülni. Ezt már nagyon időszerű is volt, úgyhogy ezt is a nyár folyamán meg fogjuk tenni. És hát természetesen várjuk azt a kormányhatározatot, ami értelmében a tanúszoda és az általános iskola épületének a megépítése megkezdődhet. Hát bízunk benne, hogy minél hamarabb erre is sor kerül. Sok szó esett gyerekekről, oktatási díjról, oktatásügyér díjról. Akkor zárásként említsük meg azt is, hogy feltétlenül ösztől új vezetője lesz a Széchenyi István általános iskolának. Igen, pályázatot írt ki a Klik az intézményvezetői helyre, és a pályázatra, a kiírásra egy pályázat érkezett be. A Bódi Zsuzsanna nyújtotta be a pályázatát, aki jelenleg is az általános iskolában iskolaigazgató helyettesként dolgozik. Végigfutotta a nevelőtestületen, a német önkormányzaton és a mi képviselőtestületünkön is a pályázati anyag. Mindenki támogatta a pályázónak az elképzeléseit, úgyhogy gondolom, hogy a Klik is ki fogja nevezni a pályázót. Ezt lehet tudni, hogy Cifra Zsuzsanna az eddig igazgató miért nem pályázik? Mert hogy egyébként ő továbbra is feltételezem az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöki tisztét tölti be. Ez az ő döntése. Köszönöm szépen. Thank you.